Szeretettel köszöntelek benneteket, Palavics József vagyok, Pajó. A mai prédikáció, vagy előadás az a szabad akaratról fog szólni. Ez egy kicsit ilyen filozófiai jellegűnek tűnik, de talán azért, mert maga a téma is olyan, hogy a szabad akarat. Erről beszéltem már én egy évvel ezelőtt, volt egy ilyen hosszabb prédikációm, de ezt nem töltöttem fel a netre. Most van néhány, azt nagyon röviden össze fogom foglalni, és van néhány olyan újabb gondolat, ami amikor én ezeket megértettem, megmondom őszintén, hogy nagyon, én nagyon örültem neki, remélhetőleg örülni fogtok, mert sokkal boldogabbá, meg egyszerűbbé tudja tenni az ember életét. Én azt gondolom, minden, ami Istentől való kijelentés, az nagyon sokat tud ilyenben segíteni. Hát ugye a szabad akarat, azt gondolja az ember, hogy ilyen nagyon egyszerű, mindenki tudja, mit jelent az, hogy te Istentől szabad akaratot kaptál, és szabadon választhatsz, és dönthetsz, hogy ezt vagy azt teszed, és akkor az alapján élsz, és ugye választhatsz jót, választhatsz rosszat, ez a szabad akarat. Én szeretem azt, és nem csak én, szerintem nagyon sokan vagyunk így, hogy amikor látod, hogy valami lehet, hogy nem úgy működik, vagy nem teljesen világos, akkor elkezdesz gondolkozni róla, vagy olvasod a Bibliát, vagy valami, és akkor kezd megvilágosodni a dolog. És ez a szabad akarat dolog egy ugyanilyen dolog. Szerintem nagyon könnyen rámondjuk, hogy ó, igen, a szabad akarat az csak ennyi, hogy szabadon választasz. Valóban így van, de van benne valami finomság. Először szeretnék egy ilyen ezt sokan tudjuk már, egy ilyen alapvető kontextust adni, hogy amikor az ember elbukott az Édenkertbe, teljesen más lett a gondolkozása onnantól kezdve. És ez a másfajta gondolkozás szerintem nagyon sokan nem vesszük észre, hogy ez határozza meg most a gondolkozásunkat. De ez nem helyes, mert ez a bukásnak a következménye. Mit is értek alatta? Előtte nagyon, nagyon egyszerűen úgy lehetne mondani, hogy az embernek a gondolkozás egy egységes gondolkozás volt. Egységben volt Istennel, és egyben gondolkozott, egységben. Amikor evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, akkor létrejött ez a kétséges gondolkozás, most csak ez ilyen kis szójáték, de ez a kettősségbe való gondolkozás, vagy dualista gondolkozás, hogy jó és a rossz. Ilyen ellentétes dolgokban, és nagyon sok dologban ez határozza meg a gondolkozásunkat. Ahogy megvilágosodnak dolgok, úgy fogjuk látni az eredeti verziót a dolgoknak. És ugyanez a dolog szerintem a szabad akarattal is. Ugye az első az, hogy például amikor ha azt mondjuk, hogy akinek szabad akarata van, az ugye az a szabad ember, mert Isten szabadnak teremtette az embert, és ugye, ahogy mondtam is az előbb, hogy szabadon választhat. Most figyeljétek ezt, hogy szabadon választhatsz. Szabadon választhatsz. Mit jelent az, hogy szabadon választani? Először is a szabad szó, erről is többször beszéltem már, ez a görögben az eleutéria szó, ez például a Jakab 1.25-ben van, hogy a szabadság tökéletes törvénye, de a Galata levélben is van. A szabadság, az eleutéria, az azt jelenti, hogy mindenféle korlátozás nélkül valóságot jelent. Tehát olyan, hogy nem vagy semmivel lekorlátozva. Amikor ezt a szót halljuk, akkor a legtöbbünk megijed, és azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy valaki mindenféle rosszra hajlamos, és mindenféle rosszat fog csinálni. Ezt múltkor is mondtam, hogy ezzel lehet lemérni azt, hogy mennyire rosszul ismerjük magunkat. Mert amikor arra gondolsz, hogy oké, a mindenféle korlátozás nélküliség, ez a szabadság, akkor megijedek attól, hogy én miket mernék, vagy akarnék csinálni. De amikor ezek a gondolatok jönnek fel benned, akkor tulajdonképpen kiderül az, hogy nem is jól ismered magadat. Mert te nem az az ember vagy, aki mindenféle rosszat akarna csinálni, hanem te az az ember vagy, akivé Krisztusban Isten tett téged. Egy tökéletes, szabad, ártatlan ember. Csak az a baj, hogy ezt nem értjük még nagyon. Vagy csak halványa, mondjuk annyit, hogy még nem, lehet, hogy a szívünk mélyén ez még nem tört át. Mert amikor tudjuk, hogy szabad emberek vagyunk, akkor valóban szabadon fogunk választani, szabadon fogunk dönteni. Na most... Oké, eddig ez igen, hogy szabad akarat, oké. Na most, amikor visszamegyünk oda, hogy ugye szoktuk mondani, hogy a kertben azért volt a jó és a rossz tudás, a fája is, hogy az ember a szabad, hogy a szabadsága meglegyen, a szabadon választhassa azt. De ez nem így van. Ha megnézzük azt, hogy miért is evett Éva ugye először a fáról, azt lehet látni, hogy
először, mielőtt evett volna a fáról, mielőtt kinyújtotta volna a kezét, előtte elhitt valamit, ami tudjuk, hogy egy hazugság volt a sátántól. Elhitte azt, most csak nagyon egyszerűen, hogy ő nem olyan, mint Isten. Mert azt mondta neki a sátán, hogy ha eszel arról a fáról, akkor olyan leszel, mint az Isten. Ugye, mivel ezt elhitte, ezért nyújtotta ki a kezét és evett erről a gyümölcsről. Előtte Ádám és Éva az Isten képe és hasonlatossága volt, tehát olyan volt, mint az Isten. Nem Isten volt, de hasonlított rá. Valahogy ez az ördögi beszéd, ez bennőt elbizonytalanította, és elhitt egy hazugságot. Abban a pillanatban, amikor Éva elhitt egy hazugságot, egy hazugságban hitt, ő már nem volt szabad ember. És ebben a pillanatban, amikor ő úgy döntött, hogy evett arról a fáról, az már nem a szabad akarata volt. Az ember előtte volt szabad. Akkor, amikor teljesen a gondolkozása, a lénye, mindene teljesen egységben volt az Istene. A Istene. A 2 Korintus 3.17-ben van, azt mondja, hogy ahol az Úrnak a szelleme, ott van a szabadság. Tehát ahol az Úrnak a szelleme, ott van a szabadság. Amikor te tudod, hogy egy vagy az Istennel, akkor vagy szabad, és akkor, amit abban az állapotban akarsz, az a szabad akarat. És abban az állapotban, amikor egy vagy Istennel, teljesen ugyanazt akarod, mint az Isten. És én jobban szeretem azt a fogalmat használni, hogy független akarat. Abban a pillanatban, amikor Éváig elhittek egy hazugságot, és ugye azt gondoljuk, hogy ó, mert szabad akarata volt, és szabadon vehetett a fáról, az nem szabad akarat volt. Addig volt szabad az akarata, amíg teljesen egy volt az Istennel. Csak ez nekünk így furcsán hangzik. De amikor ahol az Isten szelleme van, aki az Úrral egyesül, egy szellem vele, ahol az Úrnak a szelleme van, ott van a szabadság. Amíg egy vagy az Úrral, akkor szabad az akaratod. Abban a pillanatban, amikor egy hazugságban hitt Éva, abban a pillanatban független lett az akarata, vagy idegen szóval independent akarata lett. És ebből az independent, független akaratból választotta ő azt, hogy eszik arról a fáról. Az nem az ő szabad akarata volt. És tudod, hogyha ebbe nagyon belegondolunk, akkor egy nagyon érdekes dologra jövünk rá, hogy ez egy picit, amit most mondok, megmondom őszintén, ezt a szabad akarat, ahogy mi értjük, vagy hívjuk, annak a nimbuszát dönti le, azt a szent tehenet, hogy neked szabad akaratod van, és aztán akkor arra van minden alapozva. Én így gondolom, hogy ez egy félreértelmezés az emberi akaratnak. Úgy értem, hogy félreértelmezése, hogy a bukás utáni állapotot értjük az embernek szabad akaratnak. Amikor például a törvény és nagyon sok keresztény gondolkozás és keresztény Bibliából vett isteni dolgok mind az ember akaratára van annak alapozva. Arra, hogy te ezt így kell, döntsél, eldöntöd, stb. De amikor megérted, hogy az ember, és ez lehet, hogy kicsit nehéz, az ember akkor, Ádám még, Éva, akkor használta független az akaratát, amikor már egy hazugságban hitt. Előtte ő neki nem volt Istentől független akarata. Ez olyan dolog szerintem, ez egy jó példa rá, amikor ha nagyon szerelmes vagy valakibe, akkor egyszerűen más dimenzióba gondolkozol, mint az akaratod. Akkor tudod, hogy egy vagy azzal a személlyel, föl sem merül az, hogy de nekem szabad akaratom van, én azt be akarom bizonyítani, én szabadon választhatok. Mivel az a szeretet kapcsolat, amiben vagy, az teljesen a személyiségetek egyé válik, a lényetek. Úgyhogy, hogy megvan mindenkinek a külön, én tudom, hogy én vagyok, te vagy én vagyok Isten, Isten, vagy az Atya és a Fiú, de mégis egyik a másikban él, másik az egyikben él, és nem az a kérdés, hogy én nekem bizonyítanom kell a függetlenségemet, mert akkor vagyok szabad. Tehát mi sajnos a szabadság alatt a függetlenséget értjük, és a szabad akarat alatt igazából a független akaratot értettük. De azt gondoljuk, az akaratod akkor szabad, ha független. De ez egy téves értelmezése a szabad akaratnak, ez egy a bukás utáni értelmezése az akaratnak. Az, amikor az ember már egy hazugságban hitt, abban az állapotában értelmezte úgy az akaratát, hogy oké, akkor én ezt akarom, azt akarom. De amikor egységben vagy, Istennel teljes egységben, akkor nem az a kérdés, hogy te mit akarsz, hanem ebben a közösségben, hogy Istennel vagy, ebből a közösségből fakad, hogy
mit akarunk mi. Most ezt tudom, hogy kicsit furcsán hangozhat, de hogy Isten, amit akar, azt úgy fogod látni, hogy te azt akarod. Ez nem egy magadra kényszerítése valaminek, hogy igen, én azt akarom, amit az Isten akar. Egyébként minden porcikám ellene van, de én akkor is akarom, amit Isten akar. Ha értjük azt, hogy mi, tudom, most lehet erre mondani, hogy a Getsemáni kertben Jézusnak milyen nehéz volt azt akarni. Lehet ezt is így mondani. Nem az volt nehéz azt akarni, amit az atya, hanem keresztül menni azon a fájdalmon, meg azon a nehéz, az nagyon nehéz volt. De azt mondja a zsidó levél, hogy az előtte levő örömért keresztet szenvedett. Jézus tudta, hogy az akkora fantasztikus dolog, ami ennek a következménye lett, és ez volt az, ami őt vitte abba. De most nem erről akarok beszélni, csak azt, hogy találhatunk olyan példát, ami azt mondja, hogy de igenis, a te akaratod az más, mint az Istené, és neked ezt akarattal akarnod kell az Isten akaratát. Ha mi felismerjük azt, hogy mi egyek vagyunk Istennel, és ebben a közösségben vagyunk, szeretjük egymást, akkor ez automatikusan történik. Egyébként, ha nem, akkor pedig független, ha magunkat függetlenként érzékeljük Istentől, ami nem jó, ami egy hazugságban való hitet jelent, akkor az akaratunkat is függetlennek értjük tőle. Egy másik ilyen kis példát szeretnék mondani, ami segít az akarat megértésében. Istennél, én így látom, Istennél minden dolog kijelentés által működik. A kijelentés az, hogy leleplezés. Ugye az, hogy ott van a lepedő, és leleplezed, elhúzod. Ott van minden, itt vannak az asztalon a különböző tárgyak, és ahogy húzod el a lepedőt, csak látod, hogy ott vannak azok a tárgyak. Ugyanilyen dolog az, hogy amikor Isten Krisztusban megbékített bennünket már magával, engem, téged, mindenkit, az egész világot megbékítette, meggyógyított bennünket, mindent elvégzett Isten, és sőt, van egy ilyen ige is, azt kerestem csak, hogy mert ő munkálja bennünk az akarást. A lényeg az, hogy Isten mindent elvégzett. Tehát amikor, figyeld, amikor a szemed kezd megnyílni, és kezdesz látni, azt látod, hogy jé, Isten megbékített engemet ő vele, az akaratom ellenére. Ez így érdekes, hogy az akaratod ellenére megbékített magával. Akkor ugye megigazított engem. Én kértem, nem kértem, ő megigazított engem. És a többi, kértem, nem kértem, de meggyógyított engem. Tehát tulajdonképpen, amikor Istennek a kijelentés, a Szent Szellem leleplezi a dolgokat, újra kezded az eredeti állapotot látni, azt látod, hogy ezek a dolgok megvannak, készen vannak. Nem kell a te akaratod hozzá, hogy meglegyenek, hanem megvannak. Az kell hozzá, hogy megértsed, hogy az elméd elváltozzon. És itt jön egy nagyon fontos dolog. De természetes, hogyha én azt mondom, hogy nekem ez nem kell, akkor te használhatod az akaratodat arra, hogy elutasítsad mindazt, amit Isten eleve már elkészített neked. Mondhatod azt, hogy nem kell, nem kérem. De abban a pillanatban ezt azért teszed valószínű, mert nem hiszed ezt el, nem látod, stb. Tehát mindenképpen valahogy az ember elméje meg van bolondulva, egy hazugságban hisz, és abban a pillanatban az akarata független lesz attól, amit Isten elvégzett, és igenis van akarata, és azzal eltolja magától azt, amit Isten elkészített. Tehát én azt akarom mondani ezzel a szabad akarattal, én úgy látom, hogy ha visszatérünk ahhoz, hogy a korai keresztények is gondolkoztak, amik egy egységgondolkozás volt, például az ortodox kereszténységben sokkal inkább megmaradt ez, mint a nyugati típusú kereszténységben, ami elmék megfertőződött ezzel a igaz, nem igaz, hamis, ez a dualista görög kultúrából fakadó gondolkozással. Most a Szentlélek, hogy víz vissza bennünket, látod azt, hogy igen, egy vagyok az Istennel, szeretjük egymást, ő szeret engem, én szeretem, ő teljesen egy vagyunk, ekkor szabad az akaratod. Ez azt jelenti, hogy Isten mindent elkészített, és egyszerűen te, hogy is mondjam, bolond vagy, hogyha nem akarod azt, amit ő akar. És nem is kell, nem azért a tiéd, mert akarod, hanem azért, mert Isten akarta, és neked adta minden, szinte csak felismered, hogy a nagyobbik fiúnak mondta az apja, fiam, te mindenkor velem vagy. De az a fiú nem így gondolta, ő azt gondolta, hogy te nekem nem adtál semmit. Ja, igenis, hogy mindenem a tiéd. De annak a fiúnak más akarat volt, független volt a szíve az apjától. Nem úgy látta saját magát és a saját helyzetét, ahogy az apja látta őt, meg a helyzetét. És ugyanígy vagyunk mi is. Isten úgy lát bennünket, hogy fiam, én megbékítettelek téged magammal. Mi egyek vagyunk.
Képzeld el, teljesen egy vagy velem, és mindenem a tiéd. Ahogy mi ezt felismerjük, csak ha bolondok vagyunk, vagy hitetlenek, akkor lökjük el ezt magunktól. De az az akarat, amit akkor használsz, az egy independens, Istentől független akarat. Amikor ebben az egységben vagy Istennel, ahol az Istennek a szelleme van, hogy az Istennel egyesültél, egy szellem vagy vele, akkor azt érzed, hogy nincs értelme annak, hogy mi az én akaratom, hogy én őtőle függetlenül akarjak valamit, illetve nem az akaratodon koncentrálsz, hanem ezen a közösségen, ezen a kapcsolaton. Mondom, ugyanaz, mint a szerelem. Amikor szerelmes vagy, el vagy merülve benne, ő el van merülve benned, nem az a lényeg, hogy szabad akaratom van. Hát pont az a lényeg inkább, hogy örülök annak, hogy végre az akaratom egyé vált valakinek az akaratával, és nem egy ilyen független lényként azonosítom be magamat. Szóval én így látom, hogy de ez a megértésünktől függ. Tehát amikor ezt nem értjük, akkor úgy operálunk, hogy oké, eldöntöm, hogy én ezt akarom, eldöntöm, hogy azt akarom. De sokkal jobb az, hogy csak közösségben lenni Istennel, felismerni, hogy ő mit mond a közösségünkről, mi az, amit már ebben megadott, és egyszerűen csak élvezed ezt. Ilyen egyszerű, és az, amit akkor akarsz, az teljesen összhangban van azzal, amit ő akar. Tudom, hogy ez nagyon veszélyesnek hallatszik, de a szabadság, amit az elején mondtam, az eleutéria, az azt jelenti, hogy felismered magadat, annak, azt az állapotodat, amivé Isten téged Krisztusban tett. És egyszerűen abban az állapotban bármi, amit akarsz, mondom, ez nagyon könnyen félreérthető, kérlek, ne vegyétek úgy, hogy akkor mindaz, amit akarsz, az mind Istentől való dolog. Mondom, ezt nagyon nehéz megérteni, szerintem. Mert ha belenézünk a szabadság tökéletes törvényében, és látod magadat, akkor Isten szabaddá tett bennünket. Isten szabad embernek teremtett bennünket. De ez a szabadság, ez nem, ahogy a Pál is mondja, ez nem ürügy a bűnnek, hanem ez a szabadság pont a védelem a bűn ellen. Az ember pont akkor választ bűnt vagy testi dolgokat, amikor nem szabad az akarata. Ugye, mert a szabadság tökéletes törvénye az ugyanaz, mint a hit törvénye. Amikor én igazából látom magamat annak, akivé Isten teremtett, akkor ugyanazt hiszem magamról, amit Isten hisz rólam. És abban az állapotban, ahogy az elején is mondtam, hogy az Éváék, ő egészen addig, amíg hitben voltak, teljesen jó közösségben Istennel, akkor szabad volt. Nem akart tenni a fáról. De ahogy egy hazugságban hitt, már a fáról akart tenni. Ugyanígy vagyunk mi is. Ahogy amikor nem vagyunk szabadok, amikor valami hazugságot hiszünk, és nagyon sok hazugságban hiszünk még, én tudom ezt, és eznek az alapján cselekszünk, az nem szabad akarat. És ez visz bennünket a bűnökbe. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna így mondani a szabad akaratról, hogy Istennel közösségben élve, a te akaratod egy az övével, és amikor ebből az egységből a megértésed kiszakad, akkor úgy érzed, hogy független vagy tőle, és úgy kezdesz dönteni, hogy őtőle függetlenül. Erről még fogok majd beszélni. Élvezétek Istent, ő nagyon-nagyon szeret bennünket. Köszönöm a figyelmet!